Sziasztok, Zalán vagyok, köszöntelek a csatornán. A mai videóban Top Stadium Chrome kártyákkal fogunk csatázni Misterrel. Hello mindenki! Hát gyerekek, mint látjátok, Mister erőteljesen csatlakozott a csatornához. Negyed durvábban kártyákat bontunk folyamatosan, most Top Stadium Chrome-ot fogunk bontani. Szóval jönnek a szebbnél szebb kártyák. Ennek csináltam egy lejátszási listát. Itt fogjátok látni az összes prémium bontásunkat. Na de akkor sem, nem is jön a tovább a szót. Szerintem kezdjük el, szerintem Mister fogja kezdeni. Én kezdek? Igen. Azt a mindenit meglepődtem. Itt van velünk Öcsi is, mert szerencsét hozó Öcsi, ő lett a kabalánk. Sziasztok! Örülsz, hogy kabala lettél? Igen. Mondom, ő lett a kabalánk, mert ugye, ha ő van, akkor általában jó van. Mivel most nem tudom, milyen sorrendben lesznek ezek a videók felragva, de a múltkori kabalánknál, na mindegy majd. Nem spoilerezünk. Jó lesz az, hogyha valami ez a videó lesz előbb, azok nem tudom. Na mindegy, akkor én kezdem ebben. Nagyon izgatott vagyok, hiszen megint sikerült szerezem, ami csodálatos csomagot, tényleg egyre durvábbakat szerzek, teljesen bevonult az gyerek, visszatért a gyerekkorom. Na figyeljetek ide, négy csomagunk van, nagyon sok félét lehet nyitni ebből is, de tényleg ezek nagyon durva lapok. Ami nekünk biztos kéne legyen, az egy Blue Prism, tehát egy kék Prism paralel, három csomagunkint van. Reflektor... Na szóval Reflektor már öt csomagunkint van, akkor Black and White 40, jaj, szóval tovább már nem is kell mennünk, hiszen nagyon-nagyon magas a skála itt is, hogy miket tudunk kinyitni. Na szóval Mister megkezdi a varázsolót, most fog ráfújni Öcsi, mert az előbb kimaradt, megfújta a kis kabalánk. Még a csomagolást is kifújta. Azt a mindenit, de nagyon gyönyörű! És dombolt nyomottak is. Frank Lampard, gyerekek! Egy legenda. Azt a mindenit, de jól néz ki! Hát ez hihetetlen. Öt kártyát tartalmaz a csomag, bocsánat, azt elfettem mondani közben. Kiesa! Itt a Stadium Chrome felirat, a hátoldala nagyon ilyen, bocsánat. Itt vannak az infók Frank Lampardról, aki Chelsea legenda most már ugye. Kiesa, aztán... Szóval nagyon szép kis kártyáim igen. Vannak, Mókokónak örülök, azt komolyan mondom, a többit, a Lampardnak is de van itt minek. A trófeát is. Csiészának is, igen, és az is olyan, mint hogy tényleg, most nem tudom mennyire látjátok, ezt nézzétek, hogy mennyire. Nagyon durva. Nem tudom mennyire látjátok, ezt nézzétek, teljesen életűnek tűnik, ez nagyon el van találva az a kártyatípus. Gyerekek, ez hát brutális. Igen. Ezeknek egy puhatokat mindenképp szeretnék most már, igen, a körvonal, mint a dombornyomot lenne. Mókokó is. Az biztos, hogy kap egyet. Szóval őt felrakom egy stand-re most egyelőre, nekem ez jó nyitás, nem vezetek csatorna, mert a csata szempontjából nem tudom, hogy mint hogyan állok. Valószínűleg nem túl rózsás a helyzetem, de nézzük az ollót, elrejtesszük is közalán, ismerkedj meg te is. Hogy mi lesz ebben? Egy rookie, Josip. Stancsics. Igen, de szép ez is. Ezen. Nagyon szép amúgy a kártya. És a meccsből van edzéseken, illetve a meccseken vannak lefotózva a játékosok. Zapata. Ez egy reflektor, nem? Nem tudom, majd a hátoldalán lesz. Mambimbi. Hát jó, kis neve van. Ruki. Nem reflektor. Itt van reflektor. De akkor jól mondtad, azt már megnézem a következő van. Szóval van egy reflektor, ennek vezetsz, és mi van még ott? Lukaku, és még mindig van egy... Elanga. Az Elanga, az valamiért jó lesz, mert igen, Ruki. Mert mindenki, ahogy látni videókat, mindenki befogat okozta. Ja, de te meg úgy nézted, igen, Elanga, az jó, Ruki. Mbambit nem, igen, és az Reflektor, annak köszönhetően vezet, szóval figyeljetek, a Reflektor köszönhetően az Elanga végre kicsit vezet. Milyen ezeket érzés vezetni. Ezeket majd videókat fogjuk portokozni. Igen, és akkor nézzük az én csomagomat, ha jöhetne valami Ronaldo kártya. Igen, az olyan durva azért. Azt szeretnénk, nem? Fújás nem történt, most akkor mindjárt meglátjuk. Karim Benzema! Benne maradt egy kártya, gyerekek, ahogy eldobtam, szóval azt a végén Benzema. Azt a mindenit, de jól néz ki. Edzésem van. Igen. Mbambi rookie kétszer van meg, gyerekek. Ez sima. Ez simába is. Adamu, de most mi? Ebben van még egy kártya, ebben 60? Micsoda? Gyerekek, ebben 6 lesz. Zalán. Akkor nem tudom, mi ez. Adamu, ezeket mondtam ki, igaz? Donnarumma. Szucsics. Igen, ez is jó szó. Ebben 6 kártya van, srácok. Szóval...
Dávid Alaba. Ez az a Blue Prism. Blue Prism. Hát de így is vezetek, szóval. Igen? Hát nem, hat, öt csomagonként van a reflektor. És a Blue Prism három pedig? Igen? Itt van, nézz egészet. Jó, nem vezet, de nem az a lényeg, hogy nem milyen... Nagyon szép amúgy. Dávid Alaba Real Madrid ment? Vagy ott volt, vagy nem tudom, hogy mit történt. Hát először a Dortmundba játszott, de rábbi átment 19-be, vagy 20-ba Realba. Azt a mindegy, nem a Bayernbe volt? De ott is volt. Na mindegy, már lemaradtam egy kicsit Dávid Alabát illetően, de nagyon jó volt, várj, 6 kártyám van, tehát mit akarsz, egyet több van, mint neked, tehát is várj egy picit, ezt behelyezem ide szépen. Adok neki azért, Mokukunak tényleg örülök, de még Halándot le kéne nyissad, vagy Ronaldot, vagy valakit. Vagy nem tudom, nagyon durva. Szoboszlai jelenleg nincsen benne. Dehogy nincsen azt benne. Szoboszlai is benne van. Nem is akármilyen kártyai van a Szoboszlainak ebből a kiadásból. Gyönyörűek vannak. Elég figyelm mondottam. Szóval nézzük, hogy sikerül-e ebből valami jót kinyitni. Ki az első? Maldini. Azt a Devon Iskez is. Ez egy porté fotó. Igen, Mohamed Salah. Igen, és nézzük, csak lesz-e valami durvát. De a Salah nem szereti a fókuszt. Lávam csinált. Oké, visszajött. Xavi. Ahogy visszavonult. Annyira gyönyörűek ezek a kártyák, hogy a fókusz megzavarodott. Tényleg elment a fókusz. Te Xavi, hogy visszavonult. Arászol. Ebbe is 6 van te. Igen. Akkor valami lesz még ott. Egy Pino. Mokoko Blue Prism. Azt a mindenit neki, gyerekek, hát ez nagyon óriási szép lap kártya. Egy Blue Prism Mokoko. Ez igen. Nem jött sajnos rám, de Mokoko jött. De a duplán is jött, jött egy sima base-ben úgymond, mert az se olyan sima, hiszen nagyon durva. Nem tudom, hogy a kettő között mutasd csak egy kicsit, hadd nézzem már őket. Ugyanaz, nem? Hát, igen, ugyanaz. Ugyanaz a Blue Prism. Akkor a Blue de Prism nagyon durva. Van benne. Igen, hát olyan, mint a nem is tudom, melyik típusnál voltunk így vele, melyiknél volt ez? Merlinben volt ilyen. Igen. Merlinben volt ilyen. Adam Ruki, ő nem tudom, Salzburg, jó lehet még. Szucsics a Salzburgból, te itt olyan Rukik vannak, hogy azért brutálisak. Stáncsics van, meg ez a Emmam. Nekem a reflektor nem volt sehol? Neked nem volt. Donnarumma, de tetszenek a kártyák. Öcsi, mi a véleményed a kártyákról? Gyönyörűek, nem? Mister. Ja, gratulálok, köszönöm igen. Szépen. De mivel nyertél? Reflektorval? Igen. Ilyenval is lehet nyerni, ilyen gyerekek. Hát oké, okay. Lampard, az jó itt elő. Mokoko, Mokoko, Mokoko minden mennyiségben jött, és egy Emambia rukik nagyon durvák lettek, Chrome-ból ezeket. Hát igen. Hát gyerekek, végre sikerült nyerni nagyon durva alapokkal, és egy reflektorra nyertem, szóval az ja, ott durva. A sima. Elanga. Úgyhogy remélem tetszett nektek, jövünk meg egy következő része. Addig is a hobbi kártyákra vagytok kíváncsiak, akit jobb fel sem meg tudjátok nézni őket. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!